Nikolász úgy fogalmaztál, hogy egy álmod vált valóra ezzel a C1 5000 méteres futammal. Mi volt ez az álom pontosan? Hát ez az álom, ez leginkább arról szólt, hogy végre a Brendelev versenyezhessek egy futamba, és az is nagy álom volt, hogy vizezzel rajtam. Megilletődik az ember, amikor egy háromszoros olimpiai bajnokkal kell csatázni a 5000-en? Hát eléggé izgatott voltam az elején, és nagyon izgultam végig, egész futamat végig izgultam. Hogyan vezettetek együtt Brendele? Hogy osztottátok meg ezt az 5000 métert? Mennyit mentél elől? Hát igazából hogy az első teljes kör az ott egy meccs volt. A kiskörökbe kezdtünk el vizezni, az első két kört én vittem, utána cseréltünk, meg kérdezte, hogy cseréljünk-e. Ott vitt egy kört, utána én még egy kört vittem, és utána végére elment a Brendele. Na most láttunk hasonlót egy fiatal magyar kenustól 2 évvel ezelőtt a világbajnokságon. 5000 méteren Adolf Balázs szinte ugyanígy lett ezüstérmes Sebastian Brendel mögött a szegedi VB-n. Te maradsz az 5000-nél, vagy neked is vannak olyan vágyaid, hogy rövidebb távokon is jól menj? Szerintem maradok az 5000 méternél is, meg a rövidebb távoknál is.